Nagy szeretettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent testületi tagokat. Megállapítom, hiányzó két fő, a Hajdú Gábor és dr. Szentekis László képviselőtársunk hiányzik. Ők előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai testületi ülésen. Ennek ellenére a testület határozott képes. Ismertetném is akkor a napi rendi pontokat, a mai testületi ülés napirendi pontjait. Az első napirendi pontunk, amit tárgyalnunk kell ma, idősek napjának megrendezése. A második napirendi pontunk gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása. A harmadik napirendi pontunk lesz közmeghallgatás időpontjának meghatározása. A negyedik napirendi pont Kovács Károly köztisztviselő temetési költségeihez hozzájárulása. És az ötödik napirendi pontunk a megszokott időszerű feladatok megbeszélése lenne. És majd utána lesz egy zárt ülésünk, a nyílt ülésnek vége van. Megkérdezem a testületet, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem készfelültesse a szavazatot. Köszönöm a testületet, hogy egyetért a napirendi pontokkal. Jó, akkor kezdjük is el az első napirendi pontunkat. Az idősek napján megrendezés. Ugye tudjuk, hogy minden évben megszoktuk rendezni az idősek napját. Amit most úgy gondoltunk, hogy 2016. november 14-én 14 órakor szeretnénk megszervezni és megtartani. Ami a rendezvény ugye állna egy szórakoztató műsorból és természetesen az utána az este vég az idős lakosoknak, végül is, és akkor ennyi lenne a program. Gondolom, hogy a testületete egyetért. Tehát valakinek esetleg van-e hozzáfűzni valója. Természetesen a testületi tagokat meghívottaknak, várjuk itt szeretettel. Mondjuk, hogy a fellépő az a Selsi Ildikó lenne a Miskolci színházból. Ilyen operett slágereket adna elő, és a fellépők díja az két részletből terülne össze. Egyet, amit a mi költségvetésünkből kell finanszírozni az egyik részét, és a 35 ezer forintot hozzáadna az Országos Széchenyi Könyvtár a fellépő díjához. Kérdés van, mint valaki. Jó, akkor megkérdezem a testületet, hogy aki egyetért. Azzal, hogy egy az időpont, az 2016. november 14-én 14 órakor lenne, megrendezve a öregek napja, és természetesen a rendezvény műsorával, azt kérem készfelítéssel szavazni. Köszönöm, testület elfogadta a első időpont, a tárgyzati javaslatát. Második napi rendi pont, gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása. Ugye ez is tavaly, és minden évben, úgy tavaly is ugye szoktunk karácsonyra pénzbeli juttatást szoktunk adni az iskolás, óvodás gyerekeknek, az öregeknek és a közép- és felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákoknak, és ezt ugye ebben az évben is szeretnénk a költségvetés terhére biztosítani. Ami 3000 fő volt, vagy 3000 forint per fő volt tavaly, és az idén is úgy gondoltuk, hogy ennyit szeretnénk adni, és ennyit ki tudunk szorítani a költségvetésből, ha a testvér is úgy gondolja. Esetleg elmondanám a főket, hogy körülbelül mégis tudjuk, hogy mennyi 168 fő iskolás és óvodás van, akinek ez jár, ez a 3000 forint. 203 fő az öregek, igaz? Igen. És a közép- és felsőoktatás intézményben a tanulókat, azt viszont nem tudjuk,
körülbelül egy, tavaly 80 fő volt, tehát az várhatóan most is annyira, ugye, akik hozzá iskola látogatási kell, igaz? Azt hiszem, ugye úgy tudjuk, hogy nappalin vannak, hogy esetleg más. Jössz körülbelül akkor, mondom sem összeadom, 1.400.000 forint összeg lenne, ami terhelné a költségvetését a önkormányzatnak. Körülbelül jó, ez a 3.000 forinttal. Nem tudom, esetleg az összeggel kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban van-e testületnek hozzászólása. Vagy ha nem... Ez utalvány, nem pénz, szóval. Bocsánat, akkor ez nem pénz, hanem utalvány, köszönöm szépen. Igen, utalvány volt, bocsánat, igen. 3.000 forint összeg utalvány. Akkor így helyes. Mit mondtak, jó volt úgy? Persze, hogy nem. Nagyon jó volt. Igaz, ez a visszajelzés, hogy jó. Azt lett, igen, sokkal jobb, mint a rendőrködás. Igaziból azt lesz rajta mindenki, aminek örülnek, meg amit szeretnek, sokkal jobb. Én mindenhonnan azt hallottam vissza, hogy ez jó ötlet. Hát maradjunk fel, hogy is volt, Tamari ki volt? Romány László, a vállalkozóhoz matjában. Egy vállalkozókat is mutattuk, hogy beválthatják. Mondjuk tavaly volt, én hallottam, hogy máshol is akartak vásárolni. Hát meg lehet azt is vizsgálni, hogy mondjuk a zöldséget belevenni. Igen, és akkor volt. Vagy akár ruházati voltot belevenni. Mondjuk a ruházatit is bele lehet, mert hogy figyelj, nekem mindegy, akkor a helyi vállalkozó ki van, valahogy így kell megcsinálni, akkor ezt az utalványt, és akkor ha ott akarja, a zöldségesbe akar, gyümölcsöt vennek, akkor azt lehet. Ha a ruhát akar venni, akkor ruhát vesz. Jó? Akkor meg ezt úgy csináljuk, és akkor... Jó? Vagy, hogy a 100 forintos volt az bezárt, tehát az most kicsit. Hát, ezt most nem tudja. Akkor ez a négy van szerintem, igaz? A kópus nem szokott lenni ezek, mert ő nem helyvállal. Jó? Jó, akkor... Igen? De tavalyi évtől hasonlóan, tavaly is a Polgárőr Egyesület tagjai kaptak egy ilyen utalványt. Kaptak? Lehetne esetleg most valami elhasonló. 10 fő, ami nagy összeg. Tessék. Igen? Igazából 12-en vagyunk, de aki gyakorlatilag kevesebb. Aktívan. Gyakorlatilag sajnos. De az a jó, hál' Istennek, hogy dolgozzuk mindenki, és emiatt igazából kevés a... De a... Tesszük, hogy gondoljam. Annyira nem... Ott ingyen dolgozott, csak a tanuljáról. Mert akkor megoldom a saját költségvetésünkből, mert most kaptunk 75 ezer pontot, hál' Istennek, a OPS-től. De azt mondjuk a működésünkre lehet költeni, működésen kapcsolatos eszközökre. Valakinek? Nem értem, hogy az ezt az ajándékozást mondod? Igen, hogy ezt az utalmat bővítsük ki az a... Hogy karácsonyra jó, de idősebb tapjára, de valamikre kapott a polgárőrség is. Most erre nem emlékszem. Inkább karácsonyra volt. Tavaly kapott. Tavaly karácsony. Inkább arra, igen. Igaz, igen. Ugyanebb a karácsony ajándékozásból ők is kaptak pénzt. A testes a gondolatos 30 ezer forintra. Jó, akkor... Akkor még azzal, mert bővül. Akkor azzal bővül. Akkor a határozati javaslat azzal bővül, hogy akkor a 10 fő az a polgárőrök, és ők is megkapják azt a 3.000 forintos utalványt. Jó, ezzel akkor. Na és akkor így akkor megkérdezem, van még valakinek kérdése? Akkor megkérdezem a testületi tagokat, hogy aki egyetért azzal a határozati javaslattal, így a kibővítettel, hogy akkor kap a polgárőr egyesület is, 10 fő, a 3.000 forinttal, és a 3.000 forint értékben ajándékutalvány, vagy mindegy, mi, vásárlási utalvány. Ja, azt kérem, készfelmutassa a szavazat.
Egy hangból elfogadtak a csinál. Majd ezt kibővítitek, jó? Aztán? Jó, határozott. A harmadik napirendi pontunk a közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Ugye minden évben tartanunk kell minimum egy közmeghallgatást. Ami tavaly is decemberben volt, most is úgy gondoltuk, hogy decemberben tartanánk meg. A közmeghallgatás időpontja 2016. december 12-én 17 óra, mi a hétfő az? Hétfő. Hétfői nap lenne, 17 órára tettük, hogy gondolom akkor, akik dolgoznak és esetleg akkor hazajönnek és el tudnának jönni, hogy jó ez az időpont, először is azt kérdezem a testülettől. Ez mi a hétfői nap? Hétfői nap, decemberben. Gondolom jó, igaz? Hát lehetem egy papírgyűjtés össze az iskolában, majd az 16-án, utána 19-án az ugye, alapi Erzsébre Katalinban. De ez már december. Ez december. Ez december. December, ez november. Jó van. Hát, még egyelőre. Akkor jó. Szerintem a különösebb nincsen. Jó. Akkor megkérdezem a testületet, aki egyetért a közmeghallgatás időpontjával, azt kérem készfény nyitassa a szavazat. Ami 2016. december 12-e. Jó. Jó, köszönöm. Testület elfogadta a határozott javaslatot. A negyedik napirend. De igen, a negyedik napirend. Javítottat tettünk ki az asztalra, azt a határozott javaslatot. A rendgépen is mi. Kovács Károly köztisztviselő vezetési költségeihez hozzájárulás. Ez az új. De ugye tudja mindenki, hogy sajnos Karcsi hosszú betegség után elhunyt, ezért úgy gondolta az önkormányzat, hogy a temetés költségeihez szeretne hozzájárulást fizetni, amit úgy gondoltam, hogy 100 000 forinttal szeretnénk hozzájárulni a temetési költséghez. Ugyanúgy, mint más környékbeli település önkormányzata is, mi is úgy gondoltuk, hogy 100 000 forinttal megtámogatnánk ezt a temetés költségét és segítenünk a családnak. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van a valakinek kérdése. Hát kijárulnék hozzá ehhez, ugye mezőkeresztes, kábrány, mezőnyárán. Igen. És senkitől. Lehet. Hát még csincsát. Meg csincsát az együtt van. Vagy nem itt van. Hát itt nem az önkormányzat. Nem, az más, az önkormányzat. Hivatalunk közös. Közös csak a értem, ebben ebből tart, akkor... Hát keresztesről tudok, ábrájáról tudok, mert Szabolcsán beszéltem. Úgyhogy... 100 000 forintra gondoltam. Hát egy hosszú ügyén keresztül. Hát igen. Képviselte. Ugye. Az embereket. Úgyhogy. Mint van az építési társulásnak, ugye. Mi is tagjai voltunk. Igen. Jó, akkor ezzel kapcsolatban kérdés van? Jó. Akkor felteszem a kérdést, hogy aki egyetért a negyedik napirendi pontokban a határozati javaslatra, az kérem készfényítással szavazzon. Testet elfogadta a határozati javaslat. Köszönöm. Az ötödik napirendi pontunk az ügyészeli felhasználat megbeszélése. Itt olyan már múltkor beszélgettünk a Őszi Rózsa nyugdíjas klub beadott egy kérelmet, amit ugye úgy döntöttünk, hogy áttesszük erre, és itt majd megbeszéljük, mert voltak itt a kérdések merültek föl, azzal kapcsolatban, hogy mire is használnák fel ezt az összeget, amit kértek. 80 000 forintot kértek. Ugye én azt akkor felolvastam szerintem, de ha gondoljátok, felolvasom még egyszer a Őszi Rózsi nyugdíjas klub
kérését, mit jött a levélben, emlékeztek rá? Nem egészen, jó? Fogalmatok nincs, akkor felolvasom, jó? Azzal a kéréssel fordulok a T-cím felé, hogy az Őszi Lózsa nyugdíjas klub részére 80 ezer forint támogatást engedélyezni szíveskedjenek. Kérésünket azzal indokoljuk, hogy községünkben a legrégibben működő 18 éve zárójelben civil szervezetek vagyunk, és a működésünk fenntartásához kérjük segítségüket. A forgóeszközünk már pótlásra szorulnak, amit a T-cím segítség mintásából szeretnénk pótolni. Előre is köszönjük az ügyesek nevében. És akkor te úgy beszéltük meg, hogy utána érdeklődik a jegyző úr, hogy mégis mire lenne szükségük, mit szeretnénk pótolni. És utána is járt, azok még. Be is adták, tehát itt 2 deciliter vizes pohárból lenne szükségük el mostanában 20 darabra, 30 darabra, kosárnyia, 12 és egy nagyon zománcos lábas, takarítóeszközök közül porfisra, mosogatószer, pipóra, mosogatószivacsra, és akkor még a WC-be eszközökre, mint folyékony szappan, például ilyesmi. Különböző konyhai termék, ilyen kis tájcukor, citromlétel, és lenne születésnap után, amit szeretnének pedig az egyik tagunknak megrendezni, itt tortára gondoltak, és cserepes világos ajándékra, 3000 forint, és még 15000 forintba ajándékra, és ami még megmaradna a 8000-ra, azt színházévre, meg rendezvényekkel valóan, ahol fizetnék kell, azt szeretnék felhasználni. A nyugdíjas klub vezetője elmondta, hogy tavaly nem kértek, de azelőtt kértek 70.000 forintot, és akkor az önkormányzat 80.000 forintot nyújtott a számukra segítséget. Most úgy mondta, hogy beadná, és akkor jövőre ismét mindenképpen. Tehát, hogy 2 évre kérik. Tehát akkor ezt az azt jelenti, hogy 40-40.000 forint jutna nekik. Én úgy gondolom, hogy nem olyan sok. Valakinek még kérdés nincs ezzel kapcsolatban? Jancsinak nem, nem? Nincs. Ja, nincs. Sokkal jelősebb. Szintem. Sokkal jelősebb. Még is miért nem lehet az. De ez most mi? Az kevés az, hogy időszint napirendben hozunk határozatot. Kevés. Akkor ez határozott javaslat? Határozott. Mivel amit felírtak, azt esetleg megveheti a hivatal. Megvásárolhatjuk mi is, és akkor annyiban a különböző maradékot nem akkor lehet gondolni nekik, mert azért a rezsit azt a hivatal fizetek, nekik a villanyszámlát, fűtést, úgyhogy... Igen. Úgyhogy annyi támogatást megkapnak azért a hivataltól, nem az, hogy csak ennyi van. Igen, mert az egyházi az épület nagyobb, de arra a helységre azt mi fizetjük. Nem, fizetjük. Fogjuk, nem olyan nagy összeg, tényleg nem nagy összeg a helyi, de mi fizetjük. Hát nem, mert valamelyikben nem üveség. Már most így nem emlékszem, mert szoktam nézni, hogy a villany számláit az elenyésző, itt esetleg a fűtési, de az is tényleg, de az sem olyan nagy. Én azt mondom, adjuk meg nekik, akkor, és jó, akkor majd ebből gazdálkodni. Akkor megkérdezem a testet. De biztos, hogy nem fogják különösen elpazogolni a pénzt. Csak arra, amire tényleg kérjük. Vagy akkor úgy legyen, hogy akkor nem vásároljuk meg, vagy hogy hát, nem inkább lesz. Ők, mert csak ők tudják, hogy milyen és akkor tárgy, milyen hát, én is erre gondoltam, hogy ők már ők tudják. Akkor kell nekik adni az összeget. A 80.000 forintról beszélünk. Akkor megkérdezem a testet, hogy aki egyetért azzal, hogy az Őszi Lózsa nyugdíjas klub 80.000 forint támogatásban részesüljön, azt kérem kézfelnyújtással a szavazatba. Köszönöm, testület egy hangulat. Megszavazta a támogatást a nyugdíjas klub részére. Akkor időszerű feladat még, azt mondja, hogy
az iskolánkban készállt az iskolánknak a vizesblokja, igen. Nem tudom, hogy látta valaki, vagy nem. Egész jól sikerült, úgy gondolom. Bár azt hiszem, még most két ventilátor, szervező ventilátor hiányzik, ha jól tudom. Azt majd pótolni fogják. A temetünk az is készen lett, szerintem már meghozták a kandellábereket is, meg a padokat is, úgyhogy az is holnap le lesz rakva, úgyhogy az alpolgármester úr kérése is teljesült ezzel, mert elsőjére kész lesz minden szentek a temető is. Mit akartam még? Igen, rendkívüli támogatást adtunk be, önkormányzat rendkívüli támogatást, bizonyára emlékeztek még rá, nem tudom mikor. 3 hónappal ezelőtt, arra kaptunk, mindjárt puskázok egy kicsit, jó? Beadtunk 2.234.000 forint összegbe, arra kaptunk, most ez jó lenne összeadni, 600 szerintem, ja igen, 636.000 forintot kaptunk, úgyhogy köszönjük szépen. Ugye ezt szerettem volna, még nem tudom, van még valami? Volt még valami? Valakinek esetleg van valami? Tűzipával kapcsolatban van már valami fejlemény? Tehát, hogy ugye beadtuk az igényt, igen. Mennyit kapunk, vagy mennyit nem? Igen, és még nem kaptunk visszajelzést az ebédrendszeren keresztül, hogy mennyi lesz az, amennyit megítélnek a számunkra. Utána majd, ha megkapjuk, akkor kell az önkormányzatnak a rendeletet megalkotni a kiosztással kapcsolatban. Ha már itt tartunk a tüzelőanyag buknál, az idén nem lesz kedvezményes szén a lakosok részére. Sajnos már a bánya olyan helyzetben van, hogy nem tudja ezt a támogatást nyújtani. Sajnos. Mert éppen ma voltunk edzőóra Visontán, Valaska úrnál, úgyhogy biztos, hogy nem lesz. Tehát azért is mentünk, meg más miatt is mentünk, úgyhogy biztos, hogy nem lesz szén. Ez a kedvezményes sajnos. Úgyhogy a lakosok úr lesz a felkészülnek, ott meg kell. Jó, hát fa, azt nem tudom menni, azt mondom, azt meg majd a szociális bizottságról lesz. Hogyha lesz biztos, lesz valamennyi, csak nem tudok menni. Kultúrásra kapcsolatban valami? Igen, ma írtunk éppen egy kérelmet a igazgató úrnak, és azt mondta, hogy igen, ki fogják. Jó. Rábulintott, még aláírni, gondolom, és akkor az idén szerintem meg lesz. És állítólag a cső sem kell majd. Azt meg majd máshol. Nem, a focipályán, meg itt ezt vagy? Nem, a focipályán. Ezt itt teszem csinálnám? Jó. Az a kut az nem működik, amelyik a focipályán van? Hát azt tudod, az kihúztuk belőle a csövet, mert beledobáltak valakik ilyen betonoszlopokat állítva, és megakadt benne, és nem ment le már bele semmi, meg szemetek, meg stb. És azt tönkretették azt a kutat. Későleg lezárva a tetején. Úgyhogy azt tanácsolták, hogy... Közelben sincs betonoszlophoz képes oda lényegben. Kerítés, a betonoszlopát, kettőt vettünk ki belőle, de úgy bele volt szoruló, hogy úgy húzták ki traktorra belőle a csőből, és emiatt nem tudtuk leengedni a szivattyút. És azt tanácsolták, hogy fúrjunk újat. De be is omlott, mert körbeutaz Gyöngykarucsóra, meg az valami, hogy rendesen már nem csináltam ezt is. Bánya fúrta, az rendesen meg volt csinálva, csak sajnos visszaomlott oda a Gyöngykarucsó, stb. Meg azt mondták, nem is egészséges az, hogyha újra fúr. Tehát újat fúrnak, nem fúrják újra. Még valakinek a kérdés? Neked van piros? De van. Mondtam, hát. Nem kérdésem lenne, hanem akkor már megragadom az alkalmat.
hogy volt egy 56-os ünnepség az iskola részéről, amin ugye részt vettünk, és hát meglepően nagyon jó sikerült. Én ugye koromnál fogva, sajnos, én teljesen átéltem a gyerekkoromat, ahogy jelentettek, mikor ősvezető voltam, meg minden korszakot megelevenítettek, és tökéletesen rá lehetett ismerni, tehát arra is, amiben nem értem valójában, meg amiben értem is, meg a mostani korszakot is. Annyira nagyon jól megcsinálták ezt a műsort, hogy én csak gratulálni tudok ezeknek a pedagógusoknak. Boda Zsuzsa meg Digné Márti volt, már megérdeklődtem, akik csinálták, de hát annyira megható volt, hogy nem egy sírós fajták vagyunk, de könyv szökött a szemünkbe. Annyira tökéletesen, hiszen mindig nagyon jó volt az ünnepség. Tavaly is nagyon szép volt. Minden évben nagyon szép volt, de ez most, hogy ennyire tökéletesre hogy sikeredett, hát ezt teljesen tudom képzelni, biztos nagyon sokat dolgoztak. Hát köszönjük szépen, hogy gratulálni neki azok a munkájukhoz. Nincs, akkor köszönöm szépen, hogy megjelentetek, akkor a mai ülést lezárom.